gyakorlatilag ön az első pillanattól kezdve úgymond rokon szemvezett a Jobbikkal. Mi volt az a momentum, ami miatt az ön számára a Jobbik vállalható lett, és mi volt az, ami miatt szimpatizált velük? Család eredendőleg nemzetben gondolkodó ember vagyok. Kevés gyermeknek tette fel a nagyon azt a kérdést, hogy meghalná a magyarságért. Én hét évesen már tudtam erre az egyértelmű választ. Úgyhogy teljesen természetes volt, hogy megjelent egy fiatal csapat, akik úgy beszéltek, ahogy kell. Az elején még egyáltalán nem látszottak, tulajdonképpen még nagyon radikálisnak sem. Amikor melléjük állt Lovas István, Tógyi László, Molnár Tamás, amíg a kezdeti csapat, akkor úgy tűnt, hogy ők lényegében átmentik a szalonképes oldalra a Magyar Igazság és Életpártjának a mondani valóját, amit úgy tudnék megfogalmazni, hogy dogmamentes nemzetépítés. Amit egyébként, hadd jelezem, Orbán Viktor is képvisel, tehát hogy nem az ideológia kell megmondja, hogy milyen lépést alkalmazunk a kormányzati politikában, hanem az, hogy a nemzetnek ez jó-e vagy rossz. És én teljes mértékben azonosulni tudtam azzal, amit ők képviseltek. Ők voltak azok, akik a külhoni állampolgárságnak a koncepcióját is egyből fölvállalták, a Magyar Világszövetségével is nagyon jó kapcsolatban voltak. Tehát amit ők hirdettek, a nemzeti gondolat belül az számomra mind rokon volt. Mikor keletkeztek, következtek be azok a kisebb hibák, amelyet még úgy gondolt, hogy ki lehet javítani, orvosolható, és még vállalható a jobbik? Volt egy érdekes csörténk valamikor a 2010-es évek elején volna amikor előadást tartott az Erdély Magyar Ifjak táborában Nyergyó akkor történetesen jobbikos pólóban Tettem föl neki azt a kérdést, hogy miképp állíthatja, hogy nincs cezúra a nemzetpolitika terén a 2010-es kormányváltás tekintetében, miközben a Fidesz törvénybe iktatta a magyaroknak a magyar állampolgárságról a jogosultságát, miközben ugye a Trianon emléknapot intézményesítettek miközben egészen más a kormányzati kommunikáció, és teljesen más a határon kívüli szervezetekkel való foglalkozás, egyáltalában a nemzetpolitika, mint olyan, teljesen mást képvisel. Akkor ő azzal válaszolt, hogy inkább Fideszes pólóba kellett ezeket a kérdéseket föltegyem, és érdemben pedig mellé beszélt. Na, hát egy ilyen dolgot például én simán lenyártam, mert úgy gondoltam, hogy a pártnak egyébként a programja az vállalható, és a nyilatkozata is zömmel vállalhatóak, ami nekem nem tetszett, hogy már akkor igazságtalanak voltak a kormányjal szemben. Eljutottunk most már odáig, hogy a korábbi önmagával úgymond azért elég messzire került a Jobbik? 2016 volt szerintem, 2016 ősze, amikor már egyszerűen vállalhatatlan volt, amit konkrétan népszadás népszavazás alkalmával képviseltek addig is meglehetősen hát egyet nem értéssel hallgattam azokat a jobbikos fordulatokat, hogy Orbán egyenlő gyurcsány, viszont ezt betudtam annak, hogy hát megy a politikai adokkapok, meg aztán a Fidesz részéről is elég sok igazságtalan megbélyegzés elhangzott a a szembe. Nagyon nem tetszett ez a retorika, de ez még mondom a pártpolitikába belefért. Az viszont, hogy azt állítsák, hogy a kormánya menekült kérdésbe menekül, amikor a valóság az, hogy az egész kontinensnek a jövőjét alapvetően befolyásoló válságot kezel a kormánya lehetőleg megfelelőbben, és a miniszterelnök pedig egész Európának utat mutat, akkor egy nemzeti pártól az ember azt várja el, hogy azt mondja, hogy igenis, ebben mi a kormány mellett állunk teljes egyértelműséggel. Nem lehet taktikázni, nem lehet ellenzéki politizálást folytatni. Így kell mondani, hogy igen, mindenki menjen el, és szavazzon a megfelelő módon, akkor éppen úgy volt feltéve a kérdés, hogy nem el kellett szavazni. Ezt egyébként von Gábor az EMI táborban, akkor történetesen pont én voltam a moderátor, ezt így el is mondta, csak utána kampányban meg nem ezt tette, hanem meghirdette azt a teljesen légből kapott tézist, hogy Orbánnak le kell mondani, ha nem lesz érvényes a népszavazás. Ez egy Politológiai nonsens volt. Miért kellett volna lemondania? A népszavazás azért volt szükség, hogy országvilág lássa, hogy magyar nép nem akar egy uh, vegyes Magyarországot, Magyar-Magyarországot akarunk, nem akarunk multikultit, nem akarjuk azt, hogy a, az unokáinknak félnie kelljen kimegy az utcára, vagy rosszabb esetben már nekünk, hanem magyarország ország akar maradni. Ami egyébként a jobbiknak az egyik főjelszava volt. Úgyhogy erre a népszavazás úgy vélem, hogy nagy szükség volt, és egy nemzeti párt ilyenkor egy dolgot tehetett volna, ha a következetes önmagához minden erővel mobilizáljon. Ehelyett pedig ezzel a retorikával vonagábor Gábor demobilizált, hiszen azokat a támogatóit, akiket már sikerült kellően Orbán Viktor ellen hangolni, lényegében otthon maradása biztatta, hiszen hogyha úgy veszük, hogy Orbán lemond abban az esetben, hogyha nem érse a népszavazás, akkor otthon maradunk. Úgyhogy ez, ez, egy nagyon súlyos vétek volt a nemzeti érdekek ellen. Ezt még tetézte azzal, hogy amikor ugye nem lett a népszavazás érvényes, viszont mégiscsak 98% mondott nemet az érvényesen szavazók közül a migrációra, akkor ezt kellett volna kiongsúlyozni, nem pedig hisztizni és Orbán Viktort lemondásra szólítani akkor lényegében a jobbik a szimpatizáló baráti köröm szinte teljes egészen megütközéssel és averzióval fogadta ezt a megnyilvánulást. De azt mondom, hogy még ez is úgy, amennyire belefért volna viszont az, hogy előbb feltételhez kötik az módosításnak a megszavazását. Majd, amikor ez a feltétel csak részben teljesül, hiszen a kormány kilátásba helyezte, hogy kivezeti a kötvényeket, akkor egy teljesen demagóg retorikával, ugye le gazdag migránshoz, le gazdag terroristázva azokat az embereket, akik komoly összegekért állampapírokat vásárolnak, végül is nemet mondani, majd azt állítani, hogy Orbán meggyengülve megy Brüsszelbe. Tehát meggyengítjük, majd utána rámutatunk, hogy meggyengülve megy Brüsszelbe. Tehát ez, ez már a nemzetárulást, ez simán simán kimeríti, tehát egész egyszer ilyet eddig csak a magát baloldalnak nevező politikai bűnszövetség követett el. Ez volt az a pont, amikor egyszer szembe kerültem a, a Jobbikkal, korábbi barátaimmal is, és természetesen nem hallgattam a véleményet. erről, írtam is, meg volt, hogy a, meg is kerestek, és természetesen elmondtam a, a magam véleményét. Hát tulajdonképpen ezt a vonalat követi most a CEU kapcsán a jobbiknak a magatartása. Mi az álláspontja most a CEU-val kapcsolatos álláspontra, amit a jobbik képvisel? Hát a jobbik ugye már nem szavazta meg a CEU előjogait megnyilváló törvényt, majd pedig beállt a baloldal mellé, az áll baloldal mellé, inkább így mondom, mert elég nevetséges ezeket az embereket baloldalaknak nevezni, hiszen egy abszolút jobboldali gazdaságpolitikát képviselnek. A kormány gazdasági szempontból sokkal baloldalibb mint az úgynevezett bolygó ellenzék. Tehát beállt tulajdonképpen a globális világhatalom helyi adminisztrációja mellé a, a CEU ügyben, azzal, hogy az alkotmány bírósági beadványt aláírta. Minden képviselő. Holott ugye például Torockai László is még e, úgy is nyilatkozott korábban, hogy e, hát a CEU azt be kellene zárni, meg kellene szüntetni, és a romjait sóval be kellene vetni. Ehhez képest most itt tartunk. Igen, hát ez egy ismerős, ez a retorikai fogás a Lacitól. Ugye annak idején Vona Gábor mondta, hogy kereskemi tévéket le kellett volna rombolni, rá is olvasták ezt e, nagyon sokan. Ő egyébként ezt, ezt jól, jól kezelte akkor e, retorikailag, e, mint ahogy, amit Torockai László mondott, az is voltak éppen nem szó szerint értendő, és úgy gondolom, hogy nemzetpolitikai szempontból messze igazolható. Tehát a CEU nyilvánvaló módon egy liberális agymosoda. Ezt mi más lenne, hiszen Soros György nem fog komoly összegeket áldozni arra, hogy ne a saját világnézetét terjessze. És hogy mi az ő világnézete, azt ő el is mondja. Tehát most is azt mondja, hogy igenis mindenkit be kell fogadni, hogy egy nagy lehetőség Európa számára a migráció, miközben lehet látni, hogy nap mint nap van egy baltás támadás, egy gázolásos merénylet, hogy ezek az emberek még meg sem melegedtek az EU területén, már dzsihádot üvöltenek, hódító szándékkal érkeznek, lehet tudni, hogy oda mennek vissza nyaralni, ahonnan állítólag elüldözték őket. Tehát ez teljesen egyértelmű, hogy nem menekültekről van szó, hanem olyan emberekről, akik Európát a maguk képére szeretnék formálni. És, el, Tehát Soros, Györgynek a tevékenységét ezen a szemüvegen kell keresztül kell szemlélni. És egy ilyen ember mellé ö, odaállni, tehát tulajdonképpen itt akárhogy is vesszük, az egész az ö, egy Ormán-Soros-Presztis harca vezethető vissza, és tetszik, nem tetszik, a jobbik, ilyen-olyan okból kifolyólag, de odaállt az egyértelműen rossz oldalra. Mert hát itt van egy jó oldal és egy rossz oldal. És nem lehet, ilyen esetben nem lehet középen maradni, de egyébként nem marad középen azzal, hogy aláírta az bírósági beadványt. Mit várt volna egyébként a jobbiktól ebben a témában? Egyértelműen azt, amit Toroszkai László is képvisel hogy a, a CEU-t meg kell szüntetni, és abban az esetben, hogy a kormány politikai eszközöket fölép a CEU ellen, akkor üdvözölni a lépését. Tehát ilyen esetben a nemzeti pártnak nem az ellenzéki pozíció kell lép a, az irány diktálja, hanem a nemzeti érdek. Az ön számára gyakorlatilag ebben a lépéssel a jobbik úgymond vállalhatatlanná vált? Hát jelen pillanatban vállalhatatlan. Én nem azt mondom, hogy most nem vagyok jövendőmondó. Tehát ez a vonal, ami elindult tavaly augusztus-szeptemberben, és egyelőre még sajnos tart, ez a vonal teljes mértékben vállalhatatlan. Nem lehet tudni, milyen mozgások lesznek. Akárhogy is veszük, a jobbik alapvetően nemzetben gondolkodó emberekből álló párt. A tagság, a, egyelőre még a szavazóbázis is, elsősorban nemzetértéke értéke mentén orientálódik. Hogy a frakcióban nem akad egy igaz ember, aki azt mondja, vagy itt legyen, mondjam így, egy tisztán látó ember, aki azt mondja, hogy ez vállalhatatlan, ez egy nagyon szomorú dolog. De a frakció az 22 képviselő, vagy amennyi van éppen a, a, a jobbiknak, azért a középgárda könnyen lehet, hogy föllázad, és egyáltalán nem kizárt, hogy vonagábor megbuktatják, és egyáltalán nem kizárt, hogy a jobbikból még valamikor nemzeti párt lesz. Tehát nekem nem a jobbik szimbolikával, nem a jobbik párttal van bajom, hanem ezzel a politikával, amit most képvisel vonagábor. A jelenlegi politika gyakorlatilag elvezethet odáig, hogy jelentős szavazóbázist veszt a jobbik ön szerint? Én úgy gondolom, hogy két szék között a pad fognak ülni. Ezt én így látom politológusként, így látom gondolkodó emberként, és volt jobbik szimpatizásként egyaránt, hogy egy olyan manőver próbál Vona bevalottan bevallottan végrehajtani, elcsábítva a baloldalnak a szavazóbázisát, amit nem lehet. Egyszer nem lehet. Tehát so egyértelmű számomra, és ezt vállalom majd 2018-ban is, hogyha netán tévednék, de számomra semmilyen kétség nincs a tekintetben, hogy a vámon többet fog veszteni, mint amit nyer a réven. Ha egyáltalán sikerül valamennyit elszívni a baloldalról, jóval többet fog veszíteni a jobb oldalról. Tehát ha csak azt nézem, hogy a tegnapi Facebook bejegyzésem, ami miatt egyáltalán most beszélgetünk, milyen reakciókat váltott ki nemzetben gondolkodó emberekből, Göteborgtól Csíkszeredáig, és euh, párkánytól le euh, Magyar Kanizsáig, tulajdonképpen mindenki, aki a Jobbikkal eddig szimpatizált, az azt mondta, hogy ezt már nem lehet vállalni. És két aktív Jobbikos politikus leszámított, senki vitában nem szállt a, azzal a, a szöveggel, amit közé tettem. Ez azért jelez valamit. Van még az ön számára remény, hiszen említette, hogy azért ő még mindig bízik abban, hogy bekövetkezhet egy fordulat a Jobbik politikájában. Remény mindig van természetesen. Épp az imént utaltam arra, hogy nem lehet tudni, hogy miképpen fogadja majd a jobbikos középszintű vezetői gárda ezt a teljesen vállalhatatlan és a jobbik eszménységével ütköző politikát. Egyébként hadd mondjam el azt is, mert az illető biztosított arról, hogy nyilvánosság előtt is vállalja, hogy Pongrász Gergelynek az unoka is Akivel elég rég nem beszélgettünk, rám írt a Facebookon, hogy, hogy minden sorommal egyetért, és ismerve a, a nagybátyját, ha egész precíz akarok lenni, akkor a nagymamájának a testvérét, Gergely bácsi is egy az egyben így, így látta volna a dolgokat. Úgyhogy válaszul a kérdésre, remény természetesen van, és nem az a cél, hogy a, a két nemzeti programot meghirdető párt ellenségeskedjen. A cél az lenne, hogy mindkét párton belül azok kerüljenek döntő pozícióba, akik a, a nemzet valós és aktív ellenségeivel szemben hajlandóak föllépni. Nem feltétlenül arról van szó, hogy összefogjon a két párt, mert ez lehet nem is lenne hatékony, főleg azután az ellenségeskedés után, ami itt zajlott az elmúlt években, hanem arról van szó, hogy legalább koordinálni a, a lépéseket, és uh, valamiféle akcióegység legyen a, a két erő között, mert jelen pillanatban az van, hogy nemzetben gondolkodó magyarok egymásra fújnak, és barátságok uh, mennek tönkre, ami egy teljesen abszurd dolog. Ez egyébként mindkét uh, pártnak a felelőssége, de én úgy érzem, hogy a, az elmúlt évek tapasztalata az, hogy most már lassan a jobbiknak nagyobb felelőssége van ebben. A Gábor személye lehet ebben kulcs esetlegesen, hogy mondjuk a gondolkodás megváltozzon és, és az eredeti irányba térjen vissza? Megmondom őszintén, én hosszú időn keresztül úgy láttam, hogy Vona Gábornál alkalmasabb vezető nincs a jobbikban. Tehát ha azt nézzük, hogy milyen retorikai képességekkel rendelkezik, rengeteg tisztánlátó elemzést volt szerencsém olvasni tőle, azzal együtt, hogy persze a fejére olvasták, hogy azt mondta, hogy elvette a Jobbik lelkét, meg mondott olyan sületlenséget is, hogy a, a mohamedánság a, az utolsó, vagy a fény az éjszakában a utolsó reménye az emberiségnek. Tehát ilyen, ilyen elszólások dacára azért én nagyon alkalmas vezetőnek láttam, viszont ez a mostani teljesen elhibázott politika, ez összenőtt a nevével. Én nem nagyon láttam, hogy ő még ezek után, válthat még egyszer, és ő lehet még az a vonagábor, aki volt ezelőtt egy évvel, két évvel, vagy tíz évvel. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a, a jobbik nemzeti irányba való visszaváltása az, az valószínűleg vezetőváltáshoz van kötve. Egyébként vonagában el is mondta, hogy le fog mondani abban az esetben, hogyha nem jön be ez a politika, amit meghirdetett. Ez a politika, ami egyébként nagyon jól indult, tehát a hidépítés, néppártosodás, ezek mind pozitív dolgok de nem lehet átesni a ló másik oldalról olyan szinten, hogy az ellenségeket támogatjuk. Tehát egy szó mint száz, ez a politika, ami meggyőzésem szerint kudarcos politika lesz. Ez von a van kötve, azt ígérte, hogy lemond, hát meglátjuk, hogyha lemond, akkor majd elfogadják-e a lemondását, és szavaznak-e bizalmat esetleg egy másik vezetőnek.